büszkedj velünk, vidám az életünk. Mondd a varázsigét, Ferenc vagyok, abrakadabra. Sziasztok! Szia, Anna! Megkérhetlek valamire? Az attól függ, igen, mire? Művészkednél a gyűrűmmel? Persze, csak gyere közelebb ide az asztalhoz hozzám. Annyit, amilyen szép gyűrűd van, Annácskám, csak nem egy kulcskarikát teszel fel az ujj. Ezek a gyerekek mindent a kezükre aggatnak, a hajukba aggatnak. Anna, azt kérem tőled, hogy fogd meg azt a karikát, és csak dobd fel ide hozzám ezt a karikát. Hoppány, és már is elkaptam a mutató ujjammal. Vedd le, légy szíves, a gyűrűt a mutató ujjamra, és húzd vissza a saját ujjadra. No, és hogy működik ez a trükk, Annus? Nem tudom. Nagyon ügyesnek kell lenni. Mint egy zsonglőr, olyan ügyesnek. Nem. Csaltam. Igazából, kedves gyerekek, mi összebeszéltünk Annával. Van 2 kulcskarikánk. Én fölhúztam előre az ujjamra egy kulcskarikát, ide a mutató ujjam végére. És amikor Anna földobta ezt a karikát, így, földobja ezt a karikát, akkor most figyeljetek, puty, elkapom a tenyeremben a karikát, és a mutató ujjam kitartom. Tehát még egyszer, földobja Annus, ezt behajtom, ezt a kezem ökölbe hajtom, Annus földobja ezt a karikát, és úgy csinálunk, mintha a mutató ujjammal elkapnám, és vissza is adjuk neki. Annus, felkészültél? Igen. Megpróbálod te is megcsinálni? Húzd föl hát a mutató ujjadra a karikát, és most te dobd föl magamnak. Először úgy gyakoroljuk, hogy mindig magunknak dobjuk föl, aztán megkérünk mást is. Tudod, azért kulcskarikával gyakorlunk, mert az aranykarika nagyon drága, és nagyon sokszor fog elgurulni ez a gyűrű, és az nagyon sokba kerülne. Ehelyett kulcskarikával gyakoroljatok, és hogyha legközelebb az utcán találkozunk, akkor... Köszönünk egymásnak! Sziasztok! Sziasztok!